Menetrend szerint emelkedtek a bérek az állami vállalatoknál az elmúlt 3 évben. Az alkalmazottak most átlagosan 30%-kal többet keresnek, mint 2016-ban. A vasutasok szakszervezete úgy számol, minden 10. munkavállaló garantált bérminimumért dolgozik a MÁV-nál, de azt mondják, egy kalauz 20 év munkaviszony után már akár havi bruttó 400 000 forintot is kaphat, ha túlórázik. Többet akarnak januártól, miután lejár a 3 éves bérmegállapodás. Az infláció, a GDP és a termelékességi mutatók alapján nagyjából a 10% fölött, 10-12%-os bérfejlesztésnek kellene megvalósulnia. A munkavállalók érdekvédői már tárgyalnak a munkaadóval és a tulajdonos állammal. A MÁV azt írta, a vasúttársaság a bértárgyalások során alakítja ki és egyezteti az álláspontját. A legnagyobb szakszervezeti szövetség ma bejelentette, hogy egységesen legalább 10%-os átlagos bérfejlesztést követelnek a MÁV, a Posta és például a villamosművek alkalmazottainak, az állami vállalatok összesen több mint 140 000 dolgozójának. Egyféle emelésben gondolkodjanak azért, hogy az egyik vállalatból ne menjenek át a másik vállalatba, hanem mindenki próbálja meg a boldogulását ott megtalálni, ahol éppen dolgozik. Ez azért fontos, mert az állami szektorban nagyjából hasonlóak a feltételek, és a munkakörülmények is nagyjából hasonlóak. A miniszterelnökséget vezető miniszter ma semmit nem árult el arról, mekkora béremelést adnának az állami vállalatok dolgozóinak január 1-től. Azt szeretnénk, hogyha lenne bérmegállapodás, és ma is folynak ezzel kapcsolatos tárgyalások, de miután még sem megállapodás, sem kormánydöntés nem született, ezért konkrét számokról nem tudok beszámolni. A kormány már júniusban a jövő évi költségvetés indoklásában állami bérrendezésekre utalt. Igaz, akkor is csak annyit írtak, a kormány a későbbiekben hoz döntést.